Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Most egy olyan érdekes videóval jövök, ahol is egy tesztet nézünk meg közösen, és átbeszéljük, hogy mi a tanulság erről. Nagyon sokan ismeritek még korábbról az AMD FX processzorokat, ugye az FX 6300 például egy örökzöld processzor, amit mind a mai napig használnak. Lehet, hogy van, aki még megveszi, bár én nem tanácsolnám. Tudjuk, hogy nagyon jó processzor volt annak idején, aminek már olyan 6-7 éve legalább, és ez igaz a 8000-es szériára is, bár az már komolyabb valamivel, hiszen az 8 magas, az FX 6300 pedig 6 magas. És ha hiszitek, ha nem, sokan mindig nem tudnak ettől elrugaszkodni, mert hogy az mégis csak egy sok magas processzor, az Intel Pentium processzorok például pedig csak 2 magasok, akkor is, hogyha olyan processzorról van szó, mint a G4560 vagy az újabb G5400, pedig ezek a processzorok már komolyabb teljesítményre is képesek, pláne játékok alatt, mint ezek a régi FX processzorok, nem véletlenül, hiszen itt van nekünk az új gyártás technológia, nem az OSD 32 nanométer, hanem a 14-es. AMD oldalon is itt vannak már egy ideje az új Ryzen processzorok, kinek új már a második generáció is. És fontos tudni, hogy óriási szakadék van az FX és a Ryzen generáció között, hiszen az AMD nagyon sok időt kiadott, tehát ezek tényleg ordi processzorok, még akkor is, hogyha poton pénzért meg tudjuk venni, basszus, G4560 boltban 16 000 használtan 12 000 forint, tehát még azt sem lehet mondani, hogy legalább olcsó vagy jó árérték arányban van. És nem csak erre szeretnék kitérni, konkrét példa itt az FX 6300, ami egy gyenge processzor, harmad gyenge processzor 2018-ban, és nem is csak mai címeket, tehát GTA 5, Witcher 3, PUBG, az egy újabb cím, nem is csak mai címeket, tehát ezek 2015-ös címek, Witcher és a GTA 5. Futtattak GTX 1060-nal, ami köztudottan egy GTX 980 szint, de már az is erős kártya volt az FX 6300-nak, innen is kiderül, hiszen azért egy 1060-nal vagy 980-nal ugyanilyen teszteket nézve egy rendes processzorra, egy modern processzorra azért jobbára megvan az a stabil 60 FPS, és ezekből a tesztekből kiderül, mikor visszaesik bőven 40-45 FPS, vagy még az alatt is szerepel, hogy mennyire számít az, hogy milyen processzort pakolunk már egy úgymond komolyabb videókártya alá, hiszen azért a GTX 1060 nem számít egy kifejezetten gyenge kártyának, ott már azért processzort teszünk a gépbe. És az is érdekes, hogy el lehet ezzel játszogatni játék teljesítmény szempontjából, hogy mi az, amikor már természetesen erősen keretfüggő, pénzkeretfüggő, hogy mi az, amikor már tényleg megéri az erősebb processzorba beruházni, és mi az, amikor átesünk a ló túlsó oldalára, hogy veszünk egy BIVA ilyetes processzort, és mondjuk egy gyengé videókártyát, egy GTX 1050 Ti-t, vagy esetleg még egy GTX 1060-at teszünk bele, hiszen nagyon nem mindegy, hogy FX 6300, ami harmad gyenge, vagy egy Intel Core i7 6700, 7700, 8700, vagy ezeknek a kás változata. Ugye, hogyha egy arany középutat szeretnénk meghatározni, akkor azt mondom, hogy Intel Core i3 8100, kukac i5 7400, vagy i5 8400, korábbról használtan 6400, 6500, 7400, 7500, már opcionális egy GTX 1060-as videókártyához, de ezek is már mérföldekre vannak az FX 6300 teljesítményétől. És nézhetünk teszteket az interneten, mikor i3 6100-as processzorral tesztelnek GTX 1070-eket, 1080-akat, ez sem ritka, és látjuk VQHD-ban, hogy azért elég sok FPS érték van, higgyétek el, azért csak-csak kibontakozik az, hogyha egy gyenge processzor kerül egy erős videókártya alá. Én semmiféleképpen nem javaslom senkinek, hogy így építsen számítógépet, inkább tartson meg a pénzt, építsen olyan konfigot, hogy később fejleszthető legyen a processzor, vagy később videókártyát cserél. Tehát semmiféleképpen nem javaslom azt, hogy építkezünk egy gyenge processzorra, és majd ahhoz pakolunk be erősebb videókártyákat, még akkor is, hogyha bizonyos helyeken, helyszíneken mégis csak több a több, jobb a videókártya, még egy gyenge processzorral is nem lesz nekünk jövedelmező ez a megoldás.
Inkább tegyük azt, hogy veszünk egy i5-ös processzort, vagy i7-est, egy erős középkategóriás videókártyát, és később majd cseréljük a videókártyát, évekig el lesz a processzor, tehát egy i5-8400 is. Szerintem 2-3 évre azért elegendő, és azért látjuk azt, hogy mit tud már manapság, milyen keveset tud egy FX6300, ami egy OSD processzor, és ténylegesen nagyon gyenge. Én remélem, hogy tudtam segíteni sokatoknak ezzel a videóval is. Nagyon tanácstalanok vagytok ilyen ügyben, hogy mi hova elég, mit hogy érdemes, mit mennyiért, akkor nagyon szívesen állok privátban is a rendelkezésetekre, ahol úgy szállnak időt tényleg mindenkire, hogy alapos munkával, alaposan kifejtem, linkelek, számolok, átbeszélünk mindent. Tényleg azért vagyok, hogy a ti problémáitokat, hogyha belebonyolódtok ebbe a nem könnyű világba, hiszen tényleg napi szinten követni kell, akkor segítek eligazodni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!